Az 1991-ben alakult budapesti székhelyű Bocskai Szövetség célul tűzte ki, hogy a határon túli magyarokat díjazza, azokat, akik kiemelkedőt alkottak a nemzet érdekében. Az idei díjkiosztó ünnepség helyszínéül az egyik kitüntetett dr. Círják Árpád kolozsvári kanonok érseki helynök szülőfaluját, Gyergyó Csoma falvát választották, ahonnan Török Magda küldött beszámolót. Bocskai nem még rendelkezett a bocskai díjak odaítéléséről, de mi úgy ítéltük meg, hogy Bocskai szellemében, munkásságának, történelmi személyiségének méltó elismeréseként Bocskai díjban részesítjük azokat az Erdélyben, Magyarországon, illetve nyugatén élő magyar személyiségeket, akik kiemelkedően szolgálják a magyar nemzetet, természetesen ezen belül az erdély magyarságot is. 1996-tól ez a díj minden évben megillet egy intézményt is. Első alkalommal örömünkre szolgált, hogy a Duna Televízió elfogadta ezt a díjat. A Bocskai díjakat idén is 4 kategóriában osztották ki. Az Erdély kategória díját Gyergyó Csoma falva nagyszülötte, dr. Círják Árpád kolozsvári főesperes érseki helynök kapta. A nyugati emigráció díját a New York-i emberjogi aktivista Hámos László, az anyaországi kategória díját pedig dr. Szilágyi Ferenc nyelvész professzor Kőrösi Csoma Sándor kutató kapta. Az intézménynek járó díjat idén megosztva a Demokrata folyóirat és a Kossuth Rádió Határok nélkül című műsor szerkesztőségének ítélték oda. A Bocskai díj kapcsán megelevenedik a küzdelmes, annál szebb múlt, amely múlt arra késztett bennünket, hogy a jelen élet kihívásaival és a jelen élet problémáival komolyan foglalkozzunk. Tulajdonképpen végezzük a feladatunkat. Az egyik fő gondunk az, amit érzékelni tudunk így az utóbbi időben, hogy nem csak a rádióban ez annyira nem érzékelhető, de különösen a televíziózásban, mint hogyha az utóbbi 2 esztendőben, tehát a médiatörvény apró pénzre váltása óta a határon túli magyaroknak a témája mintegy kezd kiszorulni a magyar tömegtájékoztatásból, és így ezek észrevehetetlen dolgok, de én azt hiszem, hogyha politikusok, újságírók, riporterek és olyan emberek, akiket érdekel a határon túli magyarságnak az ügye, aki ezt figyelemmel kísérik, némi tudatossággal, akkor ezt észreveszik. Egyértelmű, hogy kifejezetten csak a Duna Televízió és a Magyar Televízió 2-es adása az, amely a határon túli magyarok problémáit megjeleníti, és ez ellentétben áll a magyar alkotmánnyal is, és azzal a kormányprogrammal is, amelyet a tavaly hivatalba lépett kormány meghirdetett.